Fehér Oroszországra és Törökországra fókuszáltak az uniós állam és kormányfők rendkívüli csúcs találkozójukon. A kétnapos egyeztetésen szankciók bevezetése mellett döntöttek Fehér Oroszországgal szemben a szeptemberi vitatott elnökválasztás, illetve az azt követő megmozdulások résztvevői elleni erőszakos fellépés miatt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közölte, az Európai Uniós szankciók listáján mintegy 40 olyan név szerepel, akik felelősek a hatósági erőszak elrendeléséért, vagy részt vettek annak végrehajtásában. Alexander Lukashenko fehér orosz elnök nincs a listán, de az EU figyelemmel kíséri az eredményeket, ezért ez még változhat, tette hozzá. A retorzió között szerepel az utazási tilalom és a pénzeszközök befagyasztása is. Az Európai Tanács rábólintotta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő által a visegrádi csoport nevében javasolt Fehér Oroszországnak szánt új Marshall-tervre. Az 1 milliárd eurós program fő eleme egy stabilizációs alap létrehozása és a kis- és középvállalkozások támogatása. Ennek alapfeltétele lenne azonban egy új, szabad és tisztességes fehér orosz elnökválasztás. A csúcs találkozón felszólították Törökországot, hogy folytasson párbeszédet a földközi tenger keleti medencéjében kialakult konfliktus rendezése érdekében. Az Európai Tanács szolidaritását fejezi ki Görögországgal és Ciprussal szemben, fogalmazott Michel. Jó irányba mutató lépés, hogy megkezdődött a párbeszéd a görög és a török fél között, fogalmazott Ursula von der Leyen. Kiemelte, a konfliktus csakis békés párbeszéd útján és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával oldható meg. A csúcs találkozón a Kínával való kapcsolatokról és Navalnyi orosz ellenzéki politikus megmérgezéséről is tárgyaltak.